Jó estét kívánok mindenkinek! Egy pici figyelmet szeretnék csak kérni itt az elején. Kicsit megváltozik a mai program, mert ugye Garázs Beatben koncert van, mint ugye minden hónapban egyszer, viszont most van egy különleges úriember, mondhatom így, aki elvállalta ma estén, hogy egy stand-up comedy műsorra fog készülni. Így aztán nem is húzom tovább a dolgot, fogadjuk egy nagy-nagy tapsar, Varga Zoltán Pisztáciát. Színpadon, utána pedig a Garázs Beatben fog tőlemeket szórakoztatni, hogy további szép estét! Tehát még egyszer jó estét, sziasztok! Mindenki szeretettel köszöntök itt az első stand-up nyilvános felvételemen. Először is azzal kezdeném, hogy Varga Zoltánnak hívnak, a Pisztáciát röviden megmagyaráznám. Ugye évek óta árulok ilyen vadis biciklin fagylaltot, és ugye sokan ismerik azt a Bud Spencer Terence Hill filmet, ugye a Megint Üdvegyöbünk. Mindenki ismeri, hogy Terence Hill Bud Spencert az őrületbe kergett, hogy pisztácia fagyit kér, csak éppen pisztácia nincsen. Na most ez nekem is megadatott, tehát tekerek a biciklivel megállítanak, és akkor pisztácia van, és akkor mondom, hogy nincs, és akkor egymás kezébe csapnak, hogy mekkora istenek voltunk, és ma már mondták, nem. Tíznél kevesebben nem, és akkor mennek kocsival, dudálnak, és akkor megint jelzik. Kiintegetnek, szevasz, maga méri, pisztáciád van? Nincsen. Mert így ment hónapokig. Én ezt szép lassan meguntam. Volt ilyen fagyi táblák, mert pisztáciát nem árultunk, mert nem igazán ment. Dupla nevű volt a fagyi tábla, tehát egyik nevén hátul az volt, hogy láj, a másikon pisztácia. Nem mondom, ez kell nekem. Az egyik kocsmánál, amikor tekertem, már többször elmondta, az egyik öreg azt mondja, hogy ha lesz pisztácia fagyim, akkor mindenkit meg fog elhívni. Jó, mondom, oké, és rendben. Tekertem, ott volt az öreg, teli volt a kocsma. Kiabál, szevasz, pisztáciát van, fogtam a lime-ot, megfordítottam, hogy pisztácia. Ugye, lime, zöld citrom, úgy is néz ki. Tényleg van pisztácia? Mondom, van. Mindenki a vendégem. Sose volt olyan jó napom, és soha nem ettek még ilyen savanyú pisztácia fagyit. De ők utána azóta ezzel már nem cseszegettek. Szóval a lényeg az, hogy egyúttal játékvezető is vagyok. Egyik kedves kollega kiabálta utána rám ezt a pisztáciát, és azóta úgy rajtam maradt így beszenépként, és sokan nem is azonosítanak úgy, hogy Varga Zoltán, csak annyi, hogy pisztácia és kész. Na, akkor kezdeném vagy egyik első ilyen úgynevezett számommal, egy kellemes élményemmel, úgyhogy semmelyik férfitársamnak nem kívánom, mert mikor a kórház előtt megint a fagyihoz visszatérünk, kórház előtt árultam fagyit, oda jött hozzám két nővérke, vett tőlem fagyit, azt mondták, hogy ha nem lesz jó, nem mi fog ízleni, visszajönnek hozzám és visszavisznek az osztályokra, és abban nem lesz köszönet. Miért mondom, hol dolgoztok, a patológián? Azt mondja, nem, az urológián. Tényleg mondom, nyert, tényleg ez sokkal rosszabb. Ezt el is mesélném, ugyanis évekkel ezelőtt volt egy kis problémám a vészkijáraton, és addig oszoktatok, hogy na, ne legyen bőle baj, menjek el. Sose lehet tudom. Nem megyek el, mert mondom, figyelj, mondom, beutal nekem akármilyen vizsgálatot. Nem, lehet, hogy csak fölír egy kenőcsöt, vagy valami gyógyszer. Elmentem háziorvoshoz, mondtam, hogy hát volna egy kis problémám hátul, semmi gond. Azt mondja, hogy urológia, végbéltükrözés és ennyi. Csodálatos, mondom, erre vártam. Tehát, de mondjuk azt mondom, hogy inkább így veszítsem el hátulról a szüleségemet, mint másképp, de beutaltak, időpont, de nem, a legkellemesebb része az, kaptam egy szép kis receptet, ki kellett váltani egy ilyen tasakfehérport. Azt mondták, fel kell hígítani 2 liter vízzel, és ezt lehetőleg minél gyorsabban igyam meg, ez aznap vizsgálat előtti nap csodálatosan ki fog engem tisztítani, és utána már szépen tudják nézni a panorámát nekem belülről befelé haladva, mint szépen a hőagyet vagy a tihanyi apátságot. Én ezt szépen megittam, hát az úgy volt, ahogy kellett a hasmenés, az tényleg, az ment. Nekem annyira jól sikerült, hogy nem tudtam aznap se abba hagyni, tehát nekem még a vizsgálat napján is volt. Ez nagyon kellemes érzés volt, másnap elcsoszogtam, de úgy mentem el, hogy tettem be magamnak egy ilyen kis papírból, mindent csináltam, egy ilyen kis csomagot hátra, mert hát ugye nem biztos, hogy odaérek, biciklire nem ismertem ülni. Hát szépen eltotyogtam a kórházba, hát tényleg, mint a 70 éves bácsika, és már úgy éreztem eleve, mint aki csomagot visz. Nagyon-nagyon kellemes volt, beültem a 70 éves bácsik közé, akik olyan kényelmesen ültek, beszélgettek, és egyszerűen nekik olyan volt, mintha egy presszóban, mint egy sör mellett beszélgetnénk, mert nap mint nap oda jártak. Én ott ültem kellemetlenül feszélyezve magamat, ők meg beszélgettek, és két kellemes idős bácsi beszélgetett mellettem, és mondja az egyik a másiknak, azt mondja, hogy hát figyelj, azt mondja, hogy este megint oda voltam az özvegy Mariskánál.
és hát mit szerezte azon a csúfnő? Szóval lehet, hogy csúfnő, de azt mondja, kivehető fogsora van, és hát nem karcolja a szerszámot. Na hát ekkor most már nem csak a hasmenés, ekkor az óvatosan a hány inger is megkörnyékezett. Mire mondja a másik idős bácsika neki, képzel nekünk meg megfialt a koca. 12 kismalac lett, és olyan aranyosan potyogtak ki végesen és visítva, hát ekkor már nekem is visítani kellett volna, de nem hagyja abba. Azt mondja a másik, hogy és képzeld el, tudod, hogy Mariskának milyen feszes mellei vannak? Nem mond már, hát olyan lógósak, hogy a két mellek között a köldöke van. Á, nem. Mikor átmegyek, hátán meghúzom a bőrt, és két nagy asztali csipesszel kipöckölöm. Na már úgy áll, mint Katiban a gyerek. Na hát akkor nekem megindult a hány inger, megindult a fosás, és egyből a legközelebbi vécére rohantam. Csak az volt a kérdés, hogy melyik lesz a győztes. A hasmenés, vagy pedig a hány inger. Hát a hány inger győzött jobb benyúlással, csak az volt a gond, hogy benyúlásnyi volt a különbség, úgyhogy miközben a WC fölött voltam, azóta megérkezett a hasmenés is, még jó, hogy be voltam pakolva. Na, ezt szépen utána lerendezgettem magamba, lerendeztem, tisztába tettem magam, szépen mentem, visszaültem. Na, úgy jöttem ki a WC-ről, tehát mint a topogó szarú galamb, vagy mint Terry Black egy szivárványos buli után, tehát el lehet képzelni, tehát nagyon-nagyon jó és kellemes volt. Na, akkor beszólítanak. Balga Zoltán, bemegyek. Persze egy ilyen vizsgálatnál persze, hogy két nő van bent. És ilyenkor miért lenne, hogy az egyik fiatal meg csinos legyen, a másik meg kicsit idősebb. Azt mondja az idősebb, vetkőzzön le, alulról! Na ez az érzés, amikor rájöttem, hogy ez nem az a csináljuk hármasban egy kibaszott jó partit, tehát ez egyébként nem az lesz. Hát, szépen levetkőztem alulról, délelőtt 9 volt, de nálam 5:30. És úgy ez az időpont ez úgy meg is állt, tehát ez, nekem ez még este is 5:30 volt, este 10-kor is. Szépen oda csoszogtam, föl kellett feküdnöm, aztán feküdjön fel oldalra. Nagyon kellemes érzés. Azt mondja, fekszek fenn oldalt, és akkor érzem, hogy valami elindult hátulról. Ami eddig soha semmi, tehát erre eddig a napig büszke voltam. Elindulok egy kis kamerát, ami maga előtt levegőt lök. Azt mondja nekem a kedves nővérke, szorítsa! Rajtam van a hasmenés. Egy kamera a seggemben, ami levegőt fúj. És ezt tarts vissza. Mondom, ebbe a trükkbe még David Copperfield is belebukott volna. Nem, hogy én. Nyomja, hát aztán megy a kamera szépen egyre jobban felfelé. Mondja nekem a nő, hát nem nagyon lát mindent. Hát mondom, igen, megmondom, van egy kis gond, nekem annyira jól hatott a por, hogy ma is volt hasmenésem. Azt látom! Na hát komolyan mondom, legutoljára az általános iskolában a földrajztanárom feleltetésnél égetett le így utoljára, mint ez a kedves hölgy. Meg volt a vizsgálat, mit nem mondja, szépen kivette a csövet, felöltözök, erre megint mindjárt, hát meg lán dolgozott a por, megint megindult a kis hasmenés. Állok ott, öltözök, ő meg mondja itt latinul, hogy mit látott, mit nem látott, akármi topogok, és akkor mondja, hogy valami gond van? Á, mondom, semmi, csak mondom, mert saklépések gondolkozok. És mi lenne az? Mondom, mindjárt berosálok. Na akkor abban a pillanatban, a fél perc alatt megírta egyébként rögtön a receptet, mindent. Annyi kérdésem volt csak, hol van itt a legközelebbi WC, ha kimegyek. Azt mondta, jobbra kimegyek, jobbra befordulok, első ajtó balra. Én kitörtem, mint Vinnie a bárból, én beszaladtam. Nagy mákja volt, hogy senki nem ült volna, mert beleültem volna az ölébe. Szépen leültem, és úgy voltam, hogy ezt a napot is most már nagy évbe leszarom. Úgyhogy ez volt ennek a történetnek a része. A másik részről a tévé reklámokkal szeretnék foglalkozni egy kicsit. Tehát biztos mindenkivel előfordult, hogy a mai világ, hogy hazamész munka után, vagy csak úgy fáradtam, vagy bármi, és megpakolod a tálcát ilyen jó kis kajákkal, és beülsz a tévé elé. És akkor most olyan jót fogsz enni, és egy mai dolog, hogy fogod és bekapcsolod. És bekapcsolom azt a tévét, és mi megy? A reklámok. És akkor tényleg hihetetlen sült krumpli, ketchup, minden volt, szendvics, csak egyre szeretem jó megpakolni a dolgot, inni is szeretek mellette. Mivel nyit? Köröm gomba, jó van. Körömgomba után már van lábgomba is, meg 6-7 meg elmúlik. Én meg azt mondom, hogy aranyapám simán csak mossad, és akkor nem lesz gombás. Következő mi lehet? Hát mi lehetne? Hüvelygomba, hát hogyne? Mondom, mi van ma? Gombaszedők világnapja.
Hát hihetetlen, de akkor már nem voltam annyira az étvágyamnál, megmondom őszintén. És mondja, azt mondja, hogy ugyan jelentkezzetek már lányok, mert azt mondja a reklámba, hogy négy nőből élete során háromnak legalább egyszer van. Na, most vagy hazudnak, vagy nem, nem, de senki nem jelentkezik. Tehát ez hihetetlen. Tehát vállaljuk be. De azóta, megmondom őszintén, hogy négy nőből háromnak van, nem merem megölelni az anyámat, a húgomat. Hát hogy? Az ember a párját, hogy nem, hát de benned van a tudat, hogy Jesszus Isten, hát gombás. Hát ki a fene ölelget gombás nőket, nem? Ti szeretnétek ilyen kankós frickókkal ölelgetni, nem? Az embernek kiveszik a szeretet a családból, meg minden. Hát ez hihetetlen. Akkor jön a másik reklám, ízlésesen, tényleg kaja közben fog, köp egyet, és akkor ott egy vértócsa a kagylóba, köp még egyet, megint. Jól összeköpködi magát, érted, még Coco Chacon ellen, aztán egyszer ott van a foga is benne a kagyló közepén. Hát csak az bosszantott, hogy nem én ütöttem ki neki. Na tényleg, hihetetlen, tehát ezek a reklám, akkor jön a izék, másik. Betét reklám, nem takarégi betét, nem, ilyen szárnyas betét, azt mondja, hogy ez fölszív mindent, fölapám, mér még a cunamit is, ugye? És akkor mutatja, belebaszunk ököllel, mert ez így zselés. Sőt, ha kivágom, akkor lehet, hogy még tortát is tudok vele díszíteni, nem a zseléből. Valaki, el tudom képzelni, valaki használja a betétet, gyerekek, nem? Lányok, szóljon, aki használ, próbálta már valaki egyébként, hogy így betettem, kiveszem, és ha, tényleg zselé. Jelezzétek, nem, lányokban nem vállalják. És elképzelem, hogy valaki bemegy a Tesco-ba, a bevőszolgálati pulthoz, és jelzi, hogy hát elnézést, mondja, tessék, miben segíthetek? És akkor előveszi a betétet, hogy hát az volna a gondom, hogy ez megfogja, ököllel belecsap, és a 12. kasszánál is mindenki csupa véres, mint egy jó vámpírfilm után, mert ez nem marad zselés. Úgyhogy kérném a vásárló könyvét, és ki szeretném cserélni, de ha lehet, akkor így ki is próbálnám, hogy ne kelljen még egyszer visszajönni. Ugye? Tehát ezek ilyen csodálatos dolog. Vagy van ez a gyerek megőítő reklám, nem? Van ez a hülye vörös gyerek, nem? Tapsol együtt, az beugrik a hűtőszekrény teli Kinder tejszelettel. Hát, apám, tapsolok-e maximum a 150 kilós szomszédom tud beugrani a vékony tető fölött? Hát ez hihetetlen. 4 éves kisfiam van, látja ezt a hülye reklámot, és tapsol. És nincs semmi, és sír. Gyerekek, mögöttem van a spár, kifejlesztettem. 30 másodperc alatt, mikor jön a reklám. Én lent vagyok, tejszelet fönt, a hűtő nem robban, én viszont dobbadok egyet a földön, kezembe a tejszelet, gyerek tapsol és minden hagybi. Viszont jeleztem egyébként már a cégnek, hogy beperelem őket, mert ez fogyasztó megtévesztés, meg átverés, hogy tapsolunk és nem jön a hűtőszekrény úgy, ahogy kell a tejszeletekkel. Egy esetben állok el a pertől, ha meg tudjak azt is valósítani, például az ellenkezőjét, hogy mondok egy nevet, és tapsolok, és eltűnik. Érted? Ilyenre gondolok, hogy fekete pákó. Nincs. Ilyenre gondolok. Trianoni békeszerződés. Ilyenek. Tűnjenek el szépen. Orbán Viktor. Magyar államadóság. Kolompár Orbán lakatos, és többi szűk családi köreje 600-800 ezer ember. Hát körülbelül ennyi, amilyen így gondoltam. Akkor így elárok a dolgoktól. Na, akkor térjünk át egy kedvenc témámra, a celebekre. Gyerekek, SP megdöbbentő vallomása. Nem tudok énekelni. És kidöbbent meg, már rajta kívül. Tegye fel a kezét, nem tud énekelni. Én most tudtam meg egyébként, hogy SP, meg a másik nagyász, az a Flor Tomi, ez a mosópor, baseball szapkás gyerek, ezek együtt élnek. Lapnak, mindegy, hagyjuk már. Azt mondja, hogy szét akarnak költözni, mert állandóan a rengeteg rajongó zaklatja őket, és nekik ez nem megy. Hát el tudom képzelni, hogy a szomszédot is hogy zavarja, hogy hetente a lakása előtt többször van meleg felvonulás. Hát engem is biztos idegesítene azért. Meg azt mondja SP, másik, teli van megdöbbentő vallomásokkal, azt mondja, miattam lett terhes, hászolcsik Viki. Hát egy világ omlott össze belőlem, mert ennek a műsornak egy részét erre építettem. Hát mondom, ez nem hiszem el, de hál' Isten megnyugtatott, mert csak ő hozta össze a csávóval. Én meg apám, azt hittem már, hogy férfi vagy. De hát nem, ugye.
akkor Flor Tomi. El tudom képzelni, már látom a szemeim előtt SP és Flor Tomi diákjét. Két kicsi langyos legó. Szerintem. Azt is megtudtam, mi a kedvenc ételünk. Hát mi csodálkozunk? Az egyiknek a túrós csúsza, a másiknak meg a Norbi Rudi. Mi lehet a desszert? Csokis kolbász, érted? Hát hihetetlenek tényleg. Tehát a két nagy Tom Jones. Hát ez... De a Flor Tomi is az új számával. Gyerekek. Azt mondja, hogy nekem kukim van. Na édesapám egy. Ha nekem kukim volna, nem lennék el büszke. Ugye? Úgy mennék el szépen a sikátornál, meg a éjszaka mászkálnék ott is az árnyas oldalakon. Mert neki kukija van. Jó, rendben van, hát nem lehet minden. Hát én sem vagyok egy pornószínész, érted? De hát azért ezzel nem lennék büszke. Azt mondja a másik. Hát folytatja, nem hagyja abba. Azt mondja, neked meg nunid van. Na erre két dolog, édesapám. Egy. Ha olyannal fog kezdesz, akinek nunija van, azt tudnod kell, hogy a BTK 8 évig hivatott büntetni ezt a cselekményt. A másik, gyorsan tűnj el az óvodák környékéről, addig mindegy apuka el nem kap rendesen, és helyre nem tesz. A nuniddal meg a kukittal együtt. De hát ez még ugye nem minden. Tényleg jut eszembe, itt már voltunk itt a nuninál, megy a pedofil a kislánya a sötétben, megy befelé az erdőbe. Kislány megszólal, hogy bácsi, én nagyon félek. Te félsz? Hát én fogok egyedül visszajönni. Akkor. Tényleg mi lenne, hogyha Antalinbe feltámadna és mondaná egy viccet? Milyen lenne? Szerintem haláli. Ja, akkor itt a másik. Nem tudom, hogy mi van a nagy magyar férfiakkal. Ugye? Playboy. Én nem hiszem el, hogy Magyarországon a Playboy Zalatnai Cini vezeti eladásszámban. Tehát ezt nem hiszem el. Tehát ilyen gyönyörű fiatal nők vannak. Tehát az ilyen bódiszfilmi Zimányinda meg itt mindenki lejátszott. Itt, hihetetlen. Zalatnai Cini 50 évével, és ki az, aki meg tudta szorongatni? Liptai Klaudia. Hát komolyan egy beszarás. Tehát azért, amikor a szilikonos tehén meg a vénkoca vetélkedik, hát azért alapban azért van valami. És azért, drága magyar férfi társaim, azért nézzük magunkat, mert ez nekem sajnos elég szomorú. Én nem mondom őszintén, hogy szoktam így, amikor bemész a Tesco-ba vagy más ügyben, drágám, mit csinálsz? És akkor tudod, a sportújság közé teszed a Playboy-t. Csak nézem, hogy mi volt ennek a tegnapi eredmények. Na ezt a két újságot megmondom, hogy én nem lapoztam át, tehát ez így teljesen őszintén, tehát ez tényleg így van. Ja tényleg, mi van akkor, mikor Stolbucihoz becsengettek, mit mond? Egy cippantás és jövök. Egyébként Stolbuci általában össze fog állni Zalatnai Cinivel is, és lesz egy közös duettjük a Jill House Rock, amit elő fognak adni. Szerintem nagyon nagy sikere lesz majd. Legalábbis nagyon bizakodó vagyok. Na, akkor a következő téma, amiben még így bele, hogy gyacelep, celep, kiszert ünnemele, menjünk már el kiszert ünnemele, tényleg olyan aranyos, kedves, tehát annyira a miénk, hogy az hihetetlen, tehát ez a magyar nemzet védjegye. Egyébként kiszert ünnét, egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy Mohács díszpolgárává választották. Ugyanis, mikor lement a busói vészen, busójárása lement Mohácska, egy személyben meg tudta ismételni a mohácsi vészt. Tehát soha azóta annyi áldozat nem volt, mert csak a letaposottak maradtak ott, mikor meglátták, hogy kézen fog a közelít Donetán Lácskával. Tényleg egyébként mi lesz, hogyha a Donetán Lácska meg fog nőni, és olyan szép szemöldöke lesz, mint édesanyjának és összefognak? Farkasok szövetsége. Egyébként itt van még Irenadzó Mária is. Olyan jó, hogy eljött ide hozzánk. Ő egyébként szintén tudni kell, hogy a busójáráson a legrondább maszk szerepében első helyezést nyert. Tudni kell, csak az a probléma, hogy a verseny után diszkvalifikálták, ugyanis kiderült, hogy nem volt rajta maszk. Ő neki ez a rendes arca. És akkor zárásképpen még egy ilyen dolgot, hogy mi lenne, hogyha feltámadna Zámbó Jimmy, Máté Péter és Szécsi Pál, Frászdal Fesztivál. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.